Évforduló nagyszabású programsorozattal készül a Nyíregyházi Állatpark a 25. évfordulóra. Pályázat a Szatmár Beregi táj kincseit bemutató alkotásokat vár a Hortobágyi Nemzeti Park. Nagyszabású jubileumi programsorozattal készül fennállásának 25. évfordulójára a Nyíregyházi Állatpark. Ez a Kölcsey Televízió híradója április 18-án húsvét hétfőn. Köszöntöm Önöket! Szabadtéri kiállítás eleveníti fel a régmúltat fotók segítségével, jubileumi kiadvány is készül, sőt nyár végén ökörsütés és igazi fesztivál hangulat zárja majd az ünnepség sorozatot, addig pedig sok új apróság várja az érdeklődőket a Nyíregyházi Állatparkban. 1996 fontos mérföldkő, ekkor nyitotta meg először kapuit a Nyíregyházi Állatpark. Az elmúlt 25 év során folyamatosan bővült és fejlődött a park, így ma már nem csak Európában, világszinten is ismert és elismert a létesítmény. 2016 tavaszán adták át az Andok kalandok sétányt, amelyhez hasonló Európában is kevés volt. Itt a fák koronái között függő hídon sétálva tekinthetjük meg Dél-Amerika és az Andok élővilágát. 2018-ban látványosan mintegy 370 millió forintból teljesen megújult a főbejárat, és létrehoztak egy látogatóközpontot. Így komfortosabbá és gyorsabbá vált a beléptetés. 2019-ben is folytatódtak a fejlesztések, egy második bejáratot nyitottak a park területére, és egy 4 kilométer hosszú ökológiai sétautat is kialakítottak. A legutóbbi nagy átadás pedig 2021 májusában volt, ekkor az Indiaház nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Ide többek között teknősök, indiai rinocéroszok és kígyók is költöztek. A folyamatos fejlesztések mellett a jubileumi évben más különlegességekkel is kedveskednek a látogatóknak. Idén minden a 25 éves évfordulónkról szól, minden hónap 25-én különleges meglepetésre várjuk majd ide érkezőket, éppen ezért érdemes lesz majd követni a közösségi oldalunkat, hiszen ott fényderül, hogy milyen attrakcióval várjuk a látogatóinkat. Már a fő bejáratba belépve láthatják, hogy megújult a mini múzeumunk, hiszen itt 25 év történetét vettük górcső alá, és igazából nagyon különleges relikviákat lehet megtekinteni az ide érkezőknek, és lesz augusztus végén egy nagyon nagy szabású születésnapi rendezvényünk, ahol sztárvendégek és koncertek is lesznek. De addig sincs megállás az állatpark életében. Pár pillanattal stábunk ott járta előtt született a legkisebb kameruni kecske a parasztudvarban, akit az első percekben még a szülei védelmeztek és tisztogattak. Ebben a karámban egyébként márciusban is születtek kiskecskék, az apróságok pedig most kistesót kaptak. A kicsi kameránk előtt próbált meg bizonytalanul talpra állni és megtenni az első lépéseit. A kecskebirkák létszáma is gyarapodott kora tavasszal, sőt, ez a kisbárány is nemrég látta meg a napvilágot. Itt a tavasz, és valljuk be, hogy ilyenkor van a lombfakadás időszaka, teljesen más 35 hektáron úgy végig sétálni, hogy minden zöld körülöttünk. Mi állatkertesek is nagyon vártuk ezt az időszakot, ráadásul a tavasz az állatbébik időszaka. Itt a parasztudvarban is rengeteg apróság látott napvilágot, aki húsvétkor ellátogatott hozzánk, kiskecskékkel, birkákkal, nyuszikkal is találkozhatott, de nyilván vadállatokban is szép számmal gyarapodott az állományunk, zebrák, takinok születtek, és hatalmas nagy dolog az, hogy több víziló látott napvilágot. Az elmúlt 25 évben azonban a sok itt született apróság mellett számos különleges új faj is érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, sőt, tenyészpárok is kialakultak. Így a közel 35 hektáros területen most már mintegy 500 faj, több mint 5000 egyedével találkozhatunk. Az elmúlt negyed évszázadban a közkedvelt zsiráfok és elefántok mellett többek között az ecsetfülű disznókkal bővült az állomány. A négy hím az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett. Akárcsak korábban Emília, a perzsa párduc. Őt Hannoverből hozták Nyíregyházára, a korábban már ide érkezett társához. Ezek a zebracápák pedig a Kanári-szigetekről költöztek ide, hogy később tenyészkolóniát alakítsanak majd ki. Igazi ritkaságnak számított a Geoffroy macska is, a tenyészpár 2020-ban nősténykölyökkel szaporodott. Ebből a fajból alig 100 egyed él a világ állatkertjeiben. Új lakó volt az Angliából és Magyarországról érkezett aranykezű tamarin pár, és a kisherceg barátjaként ismert sivatagi róka, aki szintén társal érkezett 2016-ban a Nyíregyházi Állatparkba.
Kárpátalján élő magyar fiataloknak is segítséget nyújt a Máté-Szalkai Szakképzési Centrum felújított gépipari kollégiuma. Mivel az orosz-ukrán háború miatt most nem tudnak hétvégente hazatérni a diákok, teljes ellátást biztosít számukra az intézmény. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban Rostás János, a Máté-Szalkai Szakképzési Centrum kancellárja. Március végén adták át a Máté-Szalkai Szakképzési Centrum gépipari technikumának új kollégiumát. Felújítottak 49 szobát, a vizes blokkokat és a közösségi helyiségeket. Különleges, hogy zeneszobát is berendeztek a diákszálláson, amely nem csak a környéken élő tanulóknak, hanem a Kárpát aljáról érkezett fiataloknak is szállást nyújt. Nagyon büszkén mondom, hogy egy közel 80-as induló létszámról ma már közel 120-as a kollégiumi, úgymond telítettségünk, ami azért az országos számokat nézve valóban kiemelkedő, mert nem az a jellemző, hogy a gyerekek szívesen mennek kollégiumba, ezt őszintén meg kell vallani. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz szerintem ilyen környezetet kell kialakítani. De valóban van a centrumunknak egy nagyon sajátos, szerintem országosan egyedülálló projektje is, ez pedig a határon túli a kárpátaljai tanulóknak a képzése. Kárpátalján érettségizett fiatalokat vontunk be magyarországi szakmai képzésbe. 3 évvel ezelőtt 8 szakmában indultunk el, ma már 12-nél tartunk, és az októberi létszámunk az 308 főre volt tehető. Sajnos a háború, mint minden mást, ezt a rendszert is mondjuk úgy, hogy egy kicsit megrogyantotta, de nem adjuk fel. Jelenleg 240 körüli tanuló létszámmal elnézést a jelzőjét, de sokan menekülteknek mondják, én ezt ezerrel tagadnám. Ők a mi tanulóink, ők nem menekültek, bár a helyzet sajnos arra késztette őket, hogy elhagyják az otthonaikat, de mi a háború kitörés óta gondoskodunk róluk, a kollégiumi férőhelyeink 100-asra ki vannak maxolva, telítettek vagyunk, az étkezésről, ellátásról és természetesen az oktatásról sem feledkezünk meg, tehát ők most 100%-ban a mi tanulóink. A felújított kollégium is növeli a technikum népszerűségét a térségben. A centrumhoz tartozó 5 középiskolában olyan képzést nyújtanak, amelyeket aztán jól tudnak hasznosítani a vállalatoknál a fiatalok. Azzal tisztában kell lenni, hogy azok a szakmák, amelyeket mi képzünk, azok valószínűleg 10 év múlva már a feledés homályába merülnek. Tehát igazából nem is a szakmai képzés kell, majd egy idő után előtérbe helyezzük, hogy akkor ő asztalos, ő ácsi és esztergályos, hanem olyan széles spektrumú kompetenciákat kell, hogy megtanítsunk a gyerekeinkkel, hogyha kell, akkor tudjon heggeszteni, ha kell, akkor tudjon egy egyszerű műveletet egy esztergályon elvégezni. Ez nem kis kihívás az oktatóink számára, és ezért fog majd az az iskola rendszer, vagy iskolához kötődő rendszer is a jövőben egy kicsit szélesebb horizontot kapni. Az ágazati képzőközpontok azok már jelzik, hogy vállalkozásszerű tevékenységek is lesznek, illetve az a mindentől független vizsgaközpont, amely minden centrumban megalakult, az pedig annak lesz a bizonyítéka, vagy arra lesz majd biztosítéka számunkra, hogy egy független és valóban a tudást értékelő vizsgarendszer után kapják meg a jól megérdemelt végzettséget. A kollégium korszerűsítését állami és uniós forrásból finanszírozták, és csak nem 300 millió forintba került. Komoly biztonsági rendszerrel is felszerelik a Nyírbátori Báthori Múzeumot a hamarosan induló korszerűsítés során, így alkalmassá válik az intézmény értékes műtárgyak bemutatására is. A csaknem 2 milliárdos felújítás részleteiről beszélt 35 perc című műsorunkban a múzeum igazgatója Báthori Gábor. 3 évszázada magasodik a sárga épület Nyírbátorban. Az 1700-as évek elején kolostornak épült, mára megérett a felújításra. Az az alapvető gondolat, hogy a kolostornak a jellegét, hangulatát mindenféleképpen vissza kell állítani. Ez meglátszik az építészeti terveken, azokon az anyagokon, azokon a színeken, amelyek ott megfogalmazást nyertek, illetve szeretnénk a templommal, ami 15. század végén épült, mai római katolikus templom, miután egybeépült ez a kolostor, azt a tömböt visszahozni, ami ebben a kultúrnegyedben, fogalmazhatok itt Nyírbátorban, a várostörténeti sétány mentén a múzeum felújításával végleg kialakul. Nem csak az épületet újítják meg, hanem a kiállítást is. Az a cél, hogy a 21. századi igényeknek megfelelő vendégélmény nyújtsanak. A kiállítóterek bővülésével természetesen új
témák is, hangsúlyok is be fognak kerülni a múzeumban, amelyek eddig kevésbé vagy szétszórtan jelentek meg. Egyértelműen mi itt a Báthori kultuszt szeretnénk erősíteni. A forgatókönyvek előkészítése során ez kiemelt hangsúlyt kapott. Természetesen mindazok a kincsek, azok az értékek, amelyek eddig is megvoltak, azok most kifognak más installációban, más vitrinekben kerülni. Azt is ugye tervezzük, természetesen az egyensúlyt szinten tartva, hogy a digitalizáció, a tudásátadás az a mai elvárásoknak megfelelő szinten működjön. Aztán szeretnénk egy nagyon komoly múzeum pedagógiai teret is a tetőtérben tervek szerint kialakítani, ami megint egy látogatóbarát, vagy éppenséggel a látogató bővülésre építkezést fogja majd jelenteni. Komoly biztonsági rendszert is beépítenek, hogy végre nagy értékű műtárgyakat is tudjanak fogadni és bemutatni. Mi eddig nem tudtunk ilyen értelemben megfelelni a biztonsági elvárásoknak, hisz komoly előírások vannak, hogy milyen tárgyakat, milyen feltételek között lehet kiállítani. Most megnyílik a lehetőség, hogy Nyírbátorba is jöjjenek komoly anyagok a központi múzeumból. Természetesen a szakmaiság vonatkozásában is egy óriási előny, meg hangsúlyozni szeretném azt az új koncepciót, amely a Nemzeti Múzeumban most az igazgató, főigazgató váltással bekövetkezett. Elsimon László főigazgató meg is fogalmazott, hogy a filiákra, mint külső rezidencia központokra szeretné építeni az országban a Nemzeti Múzeumnak az erejét. Az intézmény a Magyar Nemzeti Múzeum fenntartásában működik. A csaknem 2 milliárdos korszerűsítés 2023-ban fejeződik be. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárjával és a Nyírbátori Báthori Múzeum igazgatójával készült hosszabb beszélgetést 35 perc című műsorunkban láthatják. Idén 40 éves a Szatmár Beregi Tájvédelmi Körzet, ennek apropóján alkotói pályázatot hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága. Olyan kreatív, eredeti, ötletes alkotásokat várnak minden korosztálytól, amelyek hűen ábrázolják a tájegység sokszínű élővilágát és gazdag kulturális örökségét. A beküldési határidő április 22-e. Erdélyi csillagvirág és kárpáti sáfrány, két gyönyörű növény, amely szinte bárhol megbújhat a lábunk alatt. Ráadásul védettek is, eszmei értékük 10 000 forint. Ez pedig már egy kárpáti kék meztelen csiga, ez pedig egy keresztes vipera. Ezek is Habarics Béla fotói a Szatmár Beregi mezők kevésbé ismert élőlényeiről. Sőt, időnként a levegő urai is megpihennek a legelőkön, például a fekete harkály, a hamvas réti héja vagy a haris. Többek között ezeket az élőlényeket is szeretné népszerűsíteni az idén 40 éves Szatmár Beregi Tájvédelmi Körzet egy alkotói pályázat segítségével. Most a Szatmár Beregi Tájvédelmi Körzet elsősorban gyepterületeit, de az összes élőhelyét helyeztük a központba, és azokat a fajokat, azokat a különleges élőhelyeket, ami az 1982-ben kihirdetett tájvédelmi körzet alapjául szolgáltak, ezeket szeretnénk látni különböző rajzokon, más kézműves alkotásokon. Remélem, hogy ugyanúgy, mint a tavalyi évben, nagyon sok embernek megmozgatja a fantáziáját, és rengeteg pályaművet fogunk kapni. Ennek örülnénk a legjobban. A cél, hogy ne csak a kutatók, hanem a laikusok is megismerjék a gyepek értékeit. Ezeket az Európában is ritkaságnak számító növényeket, állatokat és természeti jelenségeket ugyanis akár a saját lakó környezetünkben is megláthatjuk, ha nyitott szemmel járunk. Erre tavaly is igyekeztek felhívni a gyerekek és a felnőttek figyelmét egyaránt, akkor több mint 800 pályamű érkezett a pályázatra. Nagyon örültünk neki, mert ez azt jelenti, hogy legalább 850 ember foglalkozott ezzel a kérdéssel, foglalkozott azokkal, tavaly éppen a rovarok voltak górcső alá véve, olyan lepkék, különböző rovarok szerepeltek, mint például a vöröslábú hegyisáska, a Styx tarsza, az erdélyi kurtaszárgyú szöcske, a nagy tűzlepke. Tehát mondhatom, hogy ezek nem ismert fajok, de mégis én úgy gondolom, hogy egyre többen megismerik és egyre többen látják azt, hogy milyen értékek vannak itt körülöttünk, és hogyan kell ezeket megőrizni.
Idén is sok alkotásra számítanak a szervezők, ezeket április 22-ig várják személyesen Cégény Dányádra a Dózsa György út 9 szám alatti Kende Kúria épületébe, vagy postán a Nyírség Szatmár Bereg tájegység 4900 Fehér Gyarmat postafiók 31 címre. A tervek szerint a beérkezett alkotásokból egy megyejáró vándor kiállítást fognak készíteni. Tizenhat versenyzővel utazik a Nyíregyházi Sportcentrum a szerdán kezdődő debreceni felnőtt úszó országos bajnokságra. Stankovics Anna és Hatházi Dóra éremesélyesként áll majd rajtkőre a debreceni sportuszodában. Egy rövid pihenőt követően január elején munkába álltak a nyíregyházi úszók, akik azóta kisebb versenyeken szálltak medencébe. Edzőtáborba idén nem utaztak el a szakák képviselői, de mint Urbin Tamás elmondta, hazai környezetben is jól fel tudtak készülni az országos bajnokságra. Nagy reményekkel vágunk neki ennek az OB-nak, ami nekünk most pozitívumként jön ki, hogy ugye tavaly is Kaposváron rendezték, elég messze volt. Most mindenkit, aki szinten rendelkezik, ugye egy nevezési szinten rendelkező versenyzők indulhatnak, egyéni számokba szeretném elindítani, illetve az összes váltószámot nevezzük. Ez kb. 16 versenyzőt érint, nem csak felnőtt korosztályból vannak serdülők, ifjúsági korosztályú versenyzők, akik már nevének kezdnek szintet, sőt, legutóbb egy gyermekkorcsoportos lányversenyzők Szabolcs Alma, hogy szintet úszott a felnőtt bajnokságra, és én úgy gondolom, hogyha egy Európa, világ és olimpiai bajnokokkal lehet egy medencébe úszni, mindenképpen megadni a lehetőséget. Stankovics Anna az 50 és a 100 méter számaiban, illetve váltóban is nagyon kulcs szerepet játszik nálunk. Hatházi Dóri a 200 méter pillangón, illetve a 100 méteres pillangó számokban, valamint szintén váltótagként éremesélyes. Akire még döntőbe, illetve helyezésekre számíthatunk, ugye Barna Bianca. Én bízom benne, hogy a Molnár Kitti esetleg 200 pillangón, ez a mezőnytől is függ, illetve a pillanatnyi formától, de én azt mondom, ha valaki utánpótláskorban egy B-döntőt tud úszni egy országos felnőtt bajnokságon, az is nagyszerű eredmény. Stankovics Anna az elmúlt év őszén nagyszerűen szerepelt a rövidpályás országos bajnokságon. Reményei szerint teljesítményét meg tudja ismételni 50 méteres medencében is. Egy kicsit a tavalyi évhez képest átalakult a felkészülésünk, mert inkább a 100-as versenyszámról, inkább az 50 felé toltuk el az egészet, ezáltal az 50-melbe is nagyon bízom, hogy jó lesz, illetve most az OB-n bejön nekem egy új szám az 50 gyors tekintetében, hiszen idénre elkerült a 100 mell napjáról ez a versenyszám, úgyhogy abban is el fogok indulni. Hatházi Dóra éremszerzési reményekkel utazik az országos bajnokságra. Nagyon jó formában érzem magam, sohasem sikerült még szerintem így a felkészülésem, és remélem, hogy az országos bajnokságon minél jobb teljesítményt tudok elérni. 6 egyéni számmal fogok úszni, és emellett még váltókat is úszunk. A fő hangsúly a 100 és 200 pillangóban, illetve 200 gyorsan is szeretnék egy nagyon jó időt úszni. És 200 pillén remélem, hogy az első két helyen tudok végezni. A 124. felnőtt országos bajnokság szerdán kezdődik a debreceni sportuszodában, és a versenyek szombaton érnek majd véget. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Nagyszabású jubileumi program sorozattal készül fennállásának 25. évfordulójára a Nyíregyházi Állatpark. Szabadtéri kiállítás eleveníti fel a régmúltat fotók segítségével, jubileumi kiadvány is készül, nyár végén pedig ökörsütés és igazi fesztivál hangulat zárja majd az ünnepség sorozatot. Komoly biztonsági rendszerrel is felszerelik a Nyírbátori Báthori Múzeumot a hamarosan induló korszerűsítés során, így alkalmassá válik az intézmény értékes műtárgyak bemutatására is. A csaknem 2 milliárdos felújítás részleteiről beszélt 35 perc című műsorunkban a múzeum igazgatója Báthori Gábor. Idén 40 éves a Szatmár Beregi Tájvédelmi Körzet, ennek apropóján alkotói pályázatot hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága. Olyan kreatív, eredeti, ötletes alkotásokat várnak minden korosztálytól, amelyek hűen ábrázolják a tájegység sokszínű élővilágát és gazdag kulturális örökségét. A beküldési határidő április 22-e. Április 18-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden az ország északi felén erősen felhős lesz az ég, és az északi határ mentén elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati nyugati szelet az északkeleti megyékben erős, olykor viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 14 fok között várható.